Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban a Porzelaknak a Multipak nevezetű csomagjából fogunk megnézni egy terméket. Előbb kibontom a csomagot, megmutatom, hogy mi van benne, és utána megnézzük, hogy melyik lesz a mai választás. A terméket ingyen kaptam a Porzelak Hungary-től, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményet fogjátok látni és hallani, mint mindig. Úgyhogy csapassuk! No, van benne egy kevés esőerdő. Ugye termékleírás használati útmutatóval. Van benne egy műszerfal és bőrápoló. Aztán egy gumi és műanyagápoló. Egy univerzális tisztító. Valamint egy szaksemlegesítő. A mai kiválasztott termék pedig a következő. A bűszerfal és bőrápoló. Nos, hát a használati útmutatója szerint ezt a ápoló tejet csak fel kell fújni a felületre, és egy kicsit rongyal eldolgozni, és utána hagyni állni. Én nem szeretem ezeket a cuccokat a felületre közvetlenül fújkálni, ezért bele fogom fújni a rongyba, úgy applikálom fel a felületre, várok vele egy kicsit, és utána pedig visszatörlöm. Próbálom megmutatni, itt Shutter kb. Jól látszik, hogy itt van a vonal, ugye eddig volt csinálva, így balra le van ápolva, jobbra pedig nincs. Itt lent pedig ott van a vonal, balra van leápolva, jobbra pedig nincs. Nos, fiúk, lányok, ő volt a Porzelaknak a műszerfal és bőrápoló teje. Számomra látható volt a különbség, remélhetőleg a videó is vissza fogja adni ugye a kormányom. Hát az, hogy mennyire tartós, ez egy jó kérdés, sok mindennek a függvénye. Igazából Schwarzberg kb. Azt csinálta, amit kell neki. Illata? Hát olyan nagyon nem éreztem, olyan semleges, azt mondanám. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani, jónak tűnik. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek le egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!